Üdvözlök ismételten mindenkit! Most be fogok mutatni egy újabb böngészőt. Eddig voltak a Lightos, Pélmun is volt, vagy az pont még nem volt. Most egy másik legyen. Jó, emlékszem, nem volt az a Google Chrome, ne, inkább Chromium alapú Vivaldi böngésző. Az is. Emléletileg azok szották, azok csinálták meg, akik régebben az operát tervezték. Most már még nem operának a rotorján van, hanem a Chromium rotorján. Olyan stabil lesz, mint a Google Chrome, akkor nagyon nem lesz. Jó. Feltelepül, és le kell tölteni. Folytán. Újra töltődött. Rendszer. Települ. Egyáltalán megmaradt a böngésző. Ebb oldala. Milyen funkciói is vannak. Van egy cötöröle. F 2 olyan GUI kommandca, és ki van ábrázolva. Látszanak a vagy Vivaldi. És kell importálni. Folytatás tovább. Bok, Trotsker, ki lehet használni, hogy blokkolni akarsz rajta? Nem akarsz? Nem, blokkolok. Ki használ a témát. Több nézete is van a gyors is. Mennyire nem?
tudod, mi is az udasságai neki. Máshol áll az a nev bookmarks, mások a menü neki, kinézetei. Hát, elég divatosan van megcsinálva. Ilyen rózsaszínre. Árnyalatok, Vivaldia. Van integrált játéka. És elindul. Vagy nem. Ilyen másnak a videója jön be. Jöttem, bejön egy másik Vivaldi verszió. Indul el a játék. Sok itt van a bookmarks menü. Fontos, hanem mindig is alapszik ez a böngésző. Milyen rotorokon is fut! Chromium alapon van. És itt van a Chromium-nak a verziója. 86.0.42.40.185 Safari 137.36 Apple WebKit és a Mozilla 5.5-ös verzió. Milyen beállítások vannak rajta. Vannak a beállítások. Rajta. Nézzük, hogy képes arra, hogy nem jegyez meg semmit sem meg. Nagyon úgy néz ki, hogy nem képes arra. De van ilyesmi, hogy never. Ez máshol lesz a Historinál. Domblad Network. Nézem egy böngészőn át. Soha nem jegyzi meg a előzményeket. Lehet látni, van vagy nincs. De töltődik rajta.
Hát nincsen. Jól gondoltam. Van ez a history menü. És nincs az az opciója. Azt jelenti, hogy nem kell annyira az emberi agyat használni. Nem kell! Mert megjegyzi az előzményeket. Ez nem annyira jó. Eddig minden szinte Chromium alapú rendszer megjegyezte, kivéve a Brave-et, ami nem jegyzi meg. Az a legajánlatosabb napi szinten foglalkozni vele, böngészni, pénzkeresni rajta. Mert nem jegyzi meg. Meg van tornáztatva az agy. Míg a másikok megjegyzik, és akkor belenyugszasz, és nem kell annyira használni az agy kapacitást. Használni! Használni kell valamit! Ez is rossz kifejezés. Látszik, hogy kezd megromlani az agyam. Nem streamelek annyit. Nem látok annyi videót, sem szoktam mostában várni, se konvertálni, se másokat adtam az ilyen effekteket. Nem, mert az agykapacitásom tönkrement a koronavírustól. Egyszerűen tönkreteszi a DNS-emet az agyaim napban. Érződik rajta, más nem veszik észre hatásait. Belenyugszanak. Én a helyükben elnyugodnák vele. Hát, nem olyan. Vivaldi böngészre most mondom meg a véleményemet. Eléggé jó a dizájnos, divatos, ez a újabban divat, ez a rózsaszín szín, ez a pink árnyalatok. Még vannak körökve. Felhasználó felett eléggé jó neki. De nincsen az az opció, hogy ne jegyezze meg az előzményeket. Azt jelenti, ha valaki bejön, mindent visszabír nézni. És az nem jó. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!